A Balaton Közép-Európa legnagyobb sekély édesvízű tava, Magyarország kiemelt turisztikai vonzereje, felbecsülhetetlen természeti értékeivel. Ezek megőrzése és a döntéshozók, érdeklődők, civil szervezetek adatokhoz juttatása volt a Balatonfejlesztési Tanács munkaszervezetének elsődleges célja, amikor egy korábbi nemzetközi program keretében életre hívtak egy egységes monitoring rendszert. A hálózat működtetése a Lakeadmin program egyik jó gyakorlata. Talán mi kicsit előrébb vagyunk, mint a többiek. Meglepő, hogy pont egy monitoring rendszer lett a többiek számára, Finnország számára, Észtország számára egy jó gyakorlat, pedig az, hiszen ezt egy térségi szervezet üzemelteti, és talán kevesen tudják, de hát a legtöbb monitoring az általában nagyon célzottan és ritka időközönként szokott történni. A mi monitoring rendszerünk pedig folyamatosan mér meghatározott vízminőségi paramétereket, és ez újdonság a többi ország számára is. A rendszer kiépítésében a mérés és adatátviteli technológiában jártas vállalat vett részt, együttműködve az információkat később felhasználó szervezetekkel. 2006-ban a Balatonfejlesztési Tanács Európa Uniós támogatással létrehozott egy tesztcélú online monitoring rendszert a LIFE program keretén belül, aminek az volt a célja, hogy a fenntartható turisztikai fejlődést adatokkal is támassza alá. Ennek keretén belül vízminőséggel, közúti forgalommal, kerékpáros és gyalogos forgalommal, strandi látogatottsággal összefüggő adatok mérését, feldolgozását határoztuk el. Egy tanulmány alapján kijelölésre került a Balaton körül jó pár helyszín. Siófok és Balatonalmádi között félúton egy mérőállomás működik. A radarjel visszaverő felületekkel is felszerelt szerkezet átfogó adatállományt biztosít az internetes felületre beregisztrált felhasználók számára. Összesen 3 önálló napelemes rendszerrel ellátott hidrometeorológiai és vízminőségvizsgáló állomás található a tóban. Ebből az elsőnél vagyunk, ez Siófoki öböl középső táján helyezkedik el, van még egy párja Szigligeten, illetve egy harmadik pedig a Keszthelyi öbölben. Ez az egyik legkomplexebb állomás, ami itt van mögöttünk. A hidrometeorológiai mérések közül egy szélirány, egy szélsebességmérőt, egy léghőmérsékletmérőt és egy páratartalommérőt tartalmaz. A baloldali karon található a pirannométer, ami a napsugárzásnak a vízfelszínről visszaverődő, illetve a közvetlen mennyiségét méri. A hidrometeorológiai mérőeszközökön túl vízminőségvizsgáló eszközöket is találhatunk a víz alatt. Ezek közül a kék algát és a zöld algát optikai úton, még a vízminőség egyéb paramétereiket pedig hagyományos módon mérik, például pH tartalmat, ammónia tartalmat és egyéb hasonló dolgokat, amik fontosak lehetnek. Elég sok környezeti, illetve vízminőségi paramétert tudunk ezekkel a szondákkal mérni, ami mind-mind alkalmas lehet előrejelzésekre, trendek levonására, illetve az elmúlt eseményeknek a dokumentálására, amire kell itt gondolni. Vízminőségi paramétereket mérünk, tehát hogyha egy-egy algadúsulás előfordul, illetve ugye nyári felmelegedés után azokat a vízminőségi jelenségeket, amik ugye tóközépen észlelhetők, ezeket ki lehet értékelni utólag. Hullámmagasságot tudunk mérni, vízszinteket, befújt szélsebességeket, szélirányokat tudunk regisztrálni. Tehát ezek mind-mind alkalmasak lehetnek arra, hogy az időjárási eseményeket, illetve figyelembe véve mondjuk az idei évben a ciklon tevékenység után észlelt jelenségeket, illetve a ciklon tevékenység közben észlelt jelenségeket is erre vonatkozóan kiértékeléseket tudjunk tenni, és ez a jövőben esetleg nagyon jó felhasználható előrejelzésekre. A Balaton életéről, mindennapjairól információkat biztosító rendszer tovább működtetését és fejlesztését is tervezi a Balatonfejlesztési Tanács. Szeretnénk bővíteni a rendszert, azért is mondtam, hogy kicsit elégedetlen vagyok vele, mert a legutóbbi bővítésünk az a meteorológiai műszerkirányában történt, és szeretném, hogyha újabb eszközöket tudnánk telepíteni a rendszerre, de ez újabb szervezeteket kell találnunk, akik együttműködnek velünk és támogatják a működtetését. A Balatoni Integrált Monitoring rendszernek jelenleg közel 100 regisztrált felhasználója van. Ezek nagy része szakmai szervezet vagy kutató, de vannak egyesületek, önkormányzatok is a felhasználók között.